Szeretettel köszöntünk mindenkit a ma esti Kétlakú Kutya Népfőiskola előadásán. Itt a második kerületben, Budapesten, a Margit utcában, a Bukta kávézóban. Köszönjük a helynek is a befogadást. Juhász Veronika vagyok, és ma Kálai Kotász Zoltán előadását fogjátok hallgatni, aki egyébként nem csak író, hanem civil aktivista is, vagy civil aktivista volt, majd erről fogunk beszélni. Félig meddig már nyugdíjban. Nyugdíjas civil aktivista. De azt mesélted, hogy te a 90-es években közel 10 éven át segítettél katonai szolgálatnak a dolgokon, és hogy most is a hat kötelezettséget ellenzők ligájának egyik monitoring csapattagjaként. Nem tudom, tudtátok-e, hogy létezik ez a liga. Figyelitek a magyar közéletet, és azt figyelitek, hogyha bármilyen olyan jel lenne, ami arra utalna, hogy a hat kötelezettség ismét bevezetése kellene, akkor ismét akcióba lendültek. Úgyhogy a mai előadásban lesz szó a hat kötelezettséggel kapcsolatos civil és jogi vonzatokról, és szokásunk szerint beszélgetni fogunk utána a témáról, úgyhogy várjuk a kérdéseiteket. Jó estét kívánok, Kálai Kotász Zoltán vagyok, szeretettel üdvözlök mindenkit. Elsősorban könyvkiadó, szerkesztő, szerző vagyok, de ahogy Veronika itt már a felvezetőjébe mondta, most nem ebben a minőségemben szólalok meg, hanem mint egykori emberi jogi aktivista. Rögtön hozzá is tenném, hogy bár a témának nagyon erős katonai és jogi vonzatai vannak, én nem vagyok jogász, nem vagyok katona, én egy emberi jogi aktivista vagyok. Ilyen megközelítésben elfogult módon az emberi jogokért aggódó állampolgárként fogom ezt az előadást megtartani. Hát, hogyha valaki egy jogi katonai előadásra kíváncsi, hát akkor sajnos a Ludovikára át kell menni. Szeretném megköszönni a Kutyapárt Népfőiskolának, hogy lehetőséget kaptam erre az előadásra, Juhász Veronikának személyesen is, illetve a Bukta kávézónak, ugye egy vendéglátóipari egységben vagyunk, befogadták ezt a népfőiskolai előadást. Hát szeretném kérni, hogy ezt viszonozzuk azzal, hogy fogyasztunk a helyszínen, de látom, hogy nagyon fegyelmezett a közönség, szinte már mindenki fogyaszt. Tehát ez. Igen, köszönjük szépen. Az előadás része, amit én itten így dumálgatni fogok, az körülbelül 3/4 óra lesz, de lehet, hogy még rövidebbre veszem, és utána legalább ennyit szeretnénk szállni a beszélgetésre, kérdések feltevésére, az egész téma körüljárására. Tehát, hogyha valaki menet közben fölmerülnek kérdések, akkor azt vagy a második felére tartogassa, vagy kérdezzen közben. Nyugodtan közben is lehet kérdezni, nem fognak tudni engem véglegesen kidöccenteni az előadásból, mert készültem, tehát vissza fogok találni a témámhoz. Nagyon látszólag távolról fogom kezdeni ezt az egészet, de azért, hogy egy szélesebb összefüggésbe helyezzem a témát, és aztán majd látszódni fog, hogy ez becsatlakozik a fő témánkhoz. Az agresszió szerintem nagyon erősen jelen van a hétköznapjainkban. Triviális példa, csúcsidőszakban szálljunk föl a 7-es buszra, 4-es, 6-os villamosra, piporják egymást az emberek, tele vannak indulattal. Ha ez a rengeteg frusztráció és indulat átkonvertálódna egy közösségi, társadalmi, globális szintre, az azt eredményezné, hogy állandóan terrorizmusba és háborúba élnénk. Nem konvertálódik át. Miért nem? A nagyja verbálisan levezetődik. Folyamatosan szidalmazzuk egymást. Ugye ez is tapasztalható a 7-es buszon. Mi az, ami még visszatart minket az erőszaktól, ezen a verbális levezetésen túl? Hát szeretném azt mondani, hogy az tart vissza, hogy az ember nem csak ösztönlény, hanem szakrális lény is, és ismeri az élet szentséget, és tiszteli az életet. De hát az a helyzet, hogy már én is tisztelem az élet szentséget, és látom, hogy ez sok ember így van vele, nem ez tart vissza az elsősorban, hanem mi.
Az ember ösztönlény, szakrális lény, falka lény is. Falka lény, és a falkának a véleménye marhára számít. Úristen, mit gondolnak rólunk? Mit mondanak rólam? Ez tart vissza. Na jó, megint egy nagyon buta példát fogok mondani. Géza beveri Bandinak az orrát, és Bandinak az orra onnantól kezdve vagy görbe, vagy teljesen tompa. És úgy marad. A faluba évtizedeken át ezt emlegetni fogják, hogy a Géza beverte. Géza meg van bélyegezve. De egyébként Bandit is meg fogják bélyegezni, ezt csak úgy zárójelben mondom, áldozattá vált, ő is tehet róla. Így működnek az emberek. Na most, ez így működik kicsibe, de az a helyzet, hogy én azt látom, hogy nagyba is így működik. Tehát a politikusokat, hogy újabb háborúkat robbantsanak ki, még több háborút robbantsanak ki, nem azt tartja vissza, hogy irgalmatlan szenvedést, halált, pusztítást zúdítanak az emberekre, hanem hát egyfelől a vereségtől való félelem, és ami ennek a következménye, hogy megítélnek, háborús bűnös leszek. A hiúság. A politikusoknak a hiúsága. Ugye, hát a történelmet mindig a győztesek írják, és a vesztes oldalon lenni az nagyon kellemetlen. Még az előző gondolat, mert jó, hogy belenéztem Puskámba, még az előző gondolatmenet végére még oda tenném, amikor ezt a Bandi Géza és orbeverés sztorit elmondtam, hogy ugye ez nyilvánosan történik a faluban, mondjuk a kocsmában, de azért azt ugye tudnunk kell, hogy a legtöbb erőszak az nem nyilvánosan történik, pont ezért, hogy ne ítélhessenek meg minket, hol történik, otthon a négy fal között. A legtöbb erőszak családon belüli erőszak. Akkor is, hogyha nincs ütés-verés, a verbális erőszak is ott jelenik meg legerőteljesebben. És hogyha persze nincs ütés-verés-verekedés, akkor is nézzük a horrorfilmeket és akciófilmeket dosztig. Az egyik legérdekesebb dolog szerintem, amit így példaként felhoznák a politikára, hogy az Egyesült Államok eddig a történetébe minden háborút megnyert. Amiben belebonyolódtak, mindent megnyertek. És mi ennek a következménye? Mindent jobban tudnak. Mindent, amit ők megmondanak, az úgy van. Ők a Janik. Tehát most csak érdemes Trumpnak azt a kijelentését idézni, ha megválasztanak elnöknek, 5 perc alatt véget vetek a háborúnak. Hát milyen pökhendiség ez? Nagyon vigyázni kell azokkal a politikusokkal, akik egyfolytában a békéről szónakolnak. 1930-as években a háború előtt Hitler ezt csinálta. Egyfolytában a békéről szónakolt. Na most ezt az egész gondolatkört lezárva ugranék egy nagyot. Az egész témát, a háború témáját közelítsük meg onnan, hogy egy ilyen teljesen naív őszinte irányból, hogy háború 21. században, virtuális világok, mesterséges intelligencia, robotika korában. Igen, most is van háború, ma is van háború. A szomszédban, Ukrajnában zajló háború az nem virtuális, az egy valóságos háború. Felolvasnék egy verset. Ezt Rejtő Jenő írta 1942. augusztusában. Különbéke. A sarkon egy rikkancs kiáltott. Legfrissebb hírek, lövik Sztálingrádot. Dél volt. A Ferenciek terén felrebbent néhány galamb, mert a harang megkondult. A sarkon egy nő sietett, a bokája villan, és milyen szép. Rámosolyog egy hordár, mellé szegődik egy pimasz. Sztálingrád? Lehet, hogy nem is igaz. Így védekezik a tudatunk a szörnyűségek például a háború ellen. Próbáljuk magunkkal elhitetni, hogy az nem teljesen valós, nem itt van, távol van, stb.
Rejtő Jenő egyébként ezt 42. augusztusában írta, és 43. januárjában valamikor munkaszolgálatosként a Szovjetunióban meghalt. Na most már tényleg rátérek arra, ami az előadásnak a témája, a hatkötelezettség. Mi is a helyzet a hatkötelezettséggel? Most is van. Hatkötelezettség most is van, egy úgynevezett felfüggesztett állapotban, tehát béke időben nincsen hatkötelezettség, de mint törvényi előírás, mint törvényi és alkotmányos kötelezettség vonatkozik ránk. Magyarán békeidőben most nem zargatják a polgárokat, hogy hopp, gyere most egy kis kiképzésre, vagy hopp, gyere most egy kis tartalékos továbbképzésre. Egy személyes sztorit itt közbefűznék. Gyerekkoromban, 80-as évek elejéről van szó, az általános iskolába, biológia órára egyik alkalommal a tanárunk István bácsi katonai egyenruhába jött be. És elmondta, hogy hát ő még itten gyorsan megtartja a biológia óráit délelőtt, és kora délután bevonul katonának. És már nem volt ideje ugye azt úgy megszervezni, hogy hazaszaladjon átöltözni. Így működik a katonai szolgálat, ezt azért mondtam egy példának, hogy azért ezt így érzékeljük. A tartalékosok kaptak egy behívót, ez lehet, hogy már rögtön 24 órára vagy 48 órára szólt, hogy a civil életéből most vonuljon át x ideig, egy-két hétig, vagy ki tudja meddig, katonának. Na most én ezt nagyon veszélyesnek tartom, ugyanis egy kettős tudatot is kialakíthat egy emberben, nem mindenkiben, ez nem akarom ezt így ráhúzni mindenkire, de nagyon sok emberben. Délelőtt én egy tanár vagyok, oktatom a gyerekeket, délután pedig katona vagyok, egy seregbe, egy hierarchikus rendbe, egy parancsvégrehajtó. Teljesen két különböző szerepkör, még akkor is, ezt később akartam mondani, de marhára kapcsolódik ide, hogyha most az a legújabb elképzelés, hogy a középiskolába hivatásos katonákat fognak vezényelni a pedagógus hiánynak a megszüntetésére. Szerintem teljesen különböző kompetenciákról van szó. Egy hivatásos katona, ugye itt többnyire nyugdíjasokról van szó, 55 év felettiekről, aki egész életében a seregbe szolgált, nem biztos, hogy diákok oktatására alkalmas, még akkor se, hogyha egy néhány hetes gyors talpaló tanfolyammal erre megpróbáljuk átképezni. Most akkor nézzük meg, hogy tulajdonképpen mi is van most. Hatkötelezettség nincs, vagy illetve felfüggesztett állapotban, akkor mi az, ami van? Toborzás van, hivatásos sereg van, ide toboroznak embereket, illetve tartalékosokat is toboroznak. Emellett én azt látom, ez az a megfigyelésem, hogy egy állandó spekulálgatás is zajlik a körül, hogy bizonyos állami igazgatási pozíciókat csak akkor lehessen betölteni, hogyha valaki önkéntes formába egy bizonyos idejű katonai szolgálatot letöltött. Mi van még? Honvédelmi oktatás van újabban megint a középiskolákban. Ez heti egy órában zajlik jelenleg 141 középiskolában, de ki akarják terjeszteni az összes középiskolára. Ez elméleti és gyakorlati oktatást is jelent. Amit már előbb is említettem, a pedagógus hiányt hivatásos katonákkal akarják megoldani. Ezt én teljesen abszurdnak tartom, olyan, mint hogyha ilyen Mrozsek drámának egy ilyen epizódja lenne. És hát ugye számos politikus, csak az országgyűlés elnökét, Kövér Lászlót említeném, állandóan lebegteti a témát, és elmondja, hogy nagyon kéne az a kötelező katonai szolgálat. Kell a fiataloknak, kell a katonáskodás, mert férfiatlanok. Hát férfit kell a fiatalokból faragni, és ez csak a seregbe megy. Ez máshol nem megy. Na most a következő gondolatkörbe
elmondanám, hogy én, mint egy teljesen civil ember, ezt ismét hangsúlyoznám, a sorkötelezettségnek a lényegét sallangmentesen és civil szempontból hogy határozom meg? Ezt felolvasom. Polgári lakosság leggyakrabban 18 és 50 év közötti férfiak katonai szolgálatra kötelezése, kiemelése a civil közegből, egy megváltozott jogi státuszba, hierarchikus rendbe helyezése, hétköznapi értelemben jogfosztása, katonai fegyveres harci kiképzése, élőerő megsemmisítésére kész tudatállapotának kialakítása. Ez az élőerő megsemmisítése, ezt egyébként a katonai szlengből vettem át. Ugye ezek nagyon negatív fogalmak, hogy gyilkolni, ölni. Ez nem szerencsés. Ezt a katonáik úgy mondják, hogy élőerő megsemmisítése. Parancskövető magatartás kialakítása, folyamatos készenléti állapotban tartása, bevethetőség biztosítása fegyveres konfliktusban. A hadkötelezettségnek a történetéről is mondanék nagyon röviden pár gondolatot, ezt baromi hosszan lehetne tárgyalni, tehát ez tényleg csak így végigfutok rajta. Az általános hadkötelezettség az Mária Terézia korában alakult ki, 1771-es évhez szokták kötni, és 2004-ig tartott, amikor a békeidőbeli hadkötelezettség megszűnt Magyarországon. Korábban úgynevezett banderiális seregek voltak, bandérium, banda, a banda szó is ebből jön, ezek a nemesség által kiállított 50-100 főnyi seregek voltak. Persze azért itt is el lehet gondolkodni azon, hogy ezek többnyire önkéntesek voltak, de hogyha egy nemesnek nem sikerült azt az 50-100 főt összeszedni, akkor azért valamilyen úton módon rákényszerítette ott a ő birtokán élő egyes férfiakat, hogy na most már tényleg az csatlakozz a sereghez. A hadkötelezettséget mindig a haza védelmének a szent kötelezettségével szokták indokolni, vagyis azzal, hogy meg kell védeni az országunkat, polgárainkat, hogyha agresszió ér minket. Na most megint csak nem vitatva azt, hogy ez egy helyes és jó elképzelés tulajdonképpen, meg kell védeni magunkat, ez teljesen jogos. Nézzük meg, hogy az elmúlt 150 évben Magyarország milyen háborúkba és milyen módon vett részt. Az utolsó háborús helyzet, amikor kimondottan honvédelmet folytattunk, 1848 és 49. Mi történt? Forradalom, szabadságharc. Le akarták verni a magyar szabadságharcot, és először horvát nagy osztrák csapatok benyomultak, és valóban egy honvédelmet folytattunk. Olyan szinten ez honvédelem volt, ugye, tényleg nem akarok belevenni a részletekbe, hogy Móga tábornok, amikor űzte ki az oroszokat, már az osztrák határt szinte nem ismerte átlépni, mert nehogy az, hogy a hazánkon kívül ismétlen bárkit is bántalmazunk, mi honvédek vagyunk. Ezt marha komolyan vették. A következő alkalom, ezt a történelemkönyvnek nem nagyon szokták tárgyalni, pedig fontos, 1878-ban Boszniának a megszállása. Ez egy kimondottan támadó hadművelet volt a monarchia részéről. Első világháború, megtámadjuk Szerbiát. Második világháború, belépünk, megtámadjuk a Szovjetuniót. 56-ot az egy honvédelem volt, de én mégis egy kicsit külön kezelném, mert ott a magyar reguláris hadsereg nem nagyon lépett föl, az egy népfelkelés volt. A civilek fegyvert fogtak, és fölvették a harcot a Szovjetunió ellen, totálisan értelmetlenül, mert ez egy irreális küzdelem volt, reménytelen irreális küzdelem volt. Szerintem Bibó Istvánnak, aki a... Hát azért jobb lenne az a fény maradna. Ja, értem. Oké, látok azért így is. Tehát Bibó Istvánnak, aki a Nagy Imre kormányban egyébként államminiszter volt, a tanácsát kellett volna követni, és passzív ellenállást tanúsítani. Elmaradt volna ez az őrült nagy vérfürdő, és valószínűleg az ilyen nagymértékű megtorlás is elmaradt volna. Egyébként
ezt sem nagyon szokták ragozni, pedig fontos, 56 novemberébe, decemberébe a munkástanácsok ezt a passzív ellenállást persze megpróbálták. Általános sztrájkot hirdettek, stb. Nem szolgálták ki a szovjet csapatokat, csak persze aztán a munkástanácsok szétlettek, verve, fel lettek számolva. A háborús konfliktusokban az elmúlt 100 évben tömegével vettek részt magyar hadkötelesek, és a rengeteg haláleset, sérülés, hadifogság, az traumatizálta az egész magyar társadalmat. Magyarország jelenlegi helyzetéért szerintem az, hogy most erőszakkal meghúzott határok között élünk, a határokon túl kisebbségben élő magyarok vannak, egy nagy, írtó nagy sértettség van bennünk, és ebből adódóan egy felsőbbrendűségi tudat is, hogy mi minden környező népnél mi magasabb rendűek vagyunk. Ezért bizony az is felelős, hogy a politikai vezetés korában folyamatosan agresszívan lépett föl, és rendelkezésre állt egy tömeghadsereg, amelyet be is lehetett vetni. Na most a második magyar hadsereg Doni katasztrófája az mutatja, hogy az ilyen tömeghadseregeknek a bevetése az általában hova vezet. Még annyit, hogy a trianoni békediktátum az megtiltotta Magyarországon az általános hadközeletséget, és nagyon leszorította a magyar hadsereg létszámát 35 ezer főre, de ezt először különféle kiskapukkal, ez az úgynevezett Levente képzés volt, majd már teljesen nyíltan is átlépték, a 30-as évek végétől újra visszahozták a portiék a hadkötelezettséget. Na most megint ugornék egy gondolatnyit, hogy mégis államhatalmi szempontból a hadkötelezettséget még mivel szokták indokolni. Hát elsősorban bizonytalan geopolitikai helyzet, idegen hatalma kiszámíthatatlan szándéka, külső lehetséges fenyegetések elhárítása, felmutatása a szükséges erőnek. Ez egyébként jogos, mert diplomáciai tárgyalásoknál az sokkal nyomatékosabban tud megszólalni, aki mögött egy erős hadsereg áll. Ez egy tényszerű dolog. Tömeghadsereg ellen csak tömeghadsereg védekezett. Ez tulajdonképpen a döntőérv. Megint csak az emberi jogi aktivista megszólal bennem, bocsánat. Érdekes módon a hadkötelezettségnek az elterjedése, ami világszerte apránként lépésről lépésre alakult ki, azzal mutat párhuzamot, hogy megint csak világszerte a társadalmak demokratizálódtak. Felvilágosodás, reformáció, általános választójog. Tehát mi történik? Az egyszerű emberek egyre több beleszólást kapnak abba, hogy milyen hatalmi elit is legyen a fejem fölött. Ezt ellensúlyozni kellett. Mivel lehet ellensúlyozni? Azzal, hogy hadköteles vagy, tudd a helyedet. Téged bármikor behívhatunk katonai szolgálatba, és akkor már nem szavazó polgár vagy, akkor egy parancsvégrehajtó vagy. Ellensúlyozni kell a reformgondolatokat, az, hogy valamiféle másfajta társadalmi struktúrát is ki lehetne alakítani, nem a levegőbe beszélek, mert a II. Világháborúban azokat az ellenzéki politikusokat, akik persze a parlamenti képviselőket nem, mert azoknak mentelmi joga volt, nem kellett bevonulni katonának, de akik nem voltak képviselők, azokat mind behívták katonának. Kivonták a forgalomból az ellenzéket. Erre használták a hadkötelezettséget a II. Világháborúban. Akik a katonai szolgálatból leszerelnek, azok általában tekintélykövetők, úgynevezett jó állampolgárok, és az egyszerű, agresszív megoldásokat részesítik előnybe. Hagyományosan ez úgy fogalmazódik meg, hogy a katonai szolgálat férfivá nevel, fegyelmezetté tesz, tisztelettudóvá tesz.
Hadkötelezettség mindig is volt. Már a Bibliában, az Ószövetségben is említik. Ezt szokták még érvként fölhozni. Na most nézzük meg, hogy a zsidóknál ez a hadkötelezettség, ez hogy is működik. Kicsit ilyen sztoriszerűen elmondom. Izrael valami fenyegetés éri, háborús helyzet van, hadkötelezettség van, minden falu szélén az összes férfit kiterelik a mezőre. A parancsnok kérdéseket tesz fel hozzájuk. Ki az, akinek idős beteg szülei vannak? Az lépjen elő. Nektek, a szüleiteknek szükségetek van rájatok, menjetek haza. Ki az, akinek kisgyereke van? Lépjetek ki. Kisgyerek nem maradhat apa nélkül, menjetek haza. Ki az, akinek adóssága van? Ugyanez. Lépjetek ki, menjetek haza. Ki az, akinek a terménye betakarítás előtt áll? Ugyanez. Ki az, aki házasodás előtt áll? A mennyasszonyodat nem hagyhatod itt, menjél haza. Most elsősorban mit szolgált ez? Elsősorban az, hogy az maradjon ott, aki harcolni akar. Tisztában voltak vele, hogy akkor leszünk hatékonyak, ha az marad ott, aki harcolni akar. Másodszorban ugye azt is tükrözi, a zsidóknak azt a felfogását is tükrözi, hogy megtámadnak minket, megszállnak minket. Zákson, túléljük. Mi a fontosabb? A családok megmaradjanak, a társadalmi rend megmaradjon, a gazdaság működjön. Ezt kell fönntartani. Na ez volt a zsidóknál a hadkötelezettség. Nagyon röviden, meg is nézem időbe, hol tartunk, igen. Kitérnék arra, hogy milyen elkerülései voltak ennek a kötelező szolgálatnak, illetve mi is az a lelkiismereti szolgálat, megtagadás is van ennek lehetősége. A katonai szolgálat az tulajdonképpen soha nem volt egy népszerű dolog, hiszen a társadalomnak a civil életébe, családok életébe beavatkoztak. Ahogy már itt előbb említettem, ez Mária Terézia korában jött be Magyarországon, és érdekességként, hogy megint valami kis sztorit bedobjak, akkoriban nagyon sok fiú gyereket Máriának kereszteltek el. Miért? Különösen akkor, ha mondjuk egy családba születik egy lánygyerek, először másodjára is lány születik, harmadjára is, negyedszerre, ötödszerre végre születik egy fiú, Úristen, végre van egy fiunk, ezt is el fogják vinni katonának. Na most még azt hozzátenném, hogy akkoriban a katonai szolgálat az brutális volt. 15-20 évi katonai szolgálatok is voltak. Tehát olyan, hogyha valakit 20 évesen elvittek, lehet, hogy soha többé nem látták, viszont vagy csak 40 évesen. Elkeresztelték Máriának, és amikor a császári biztos jött, hogy na, most összeírás van, nézzük, hogy a portán kik vannak, mindenki szépen beöltözött lánynak, és mondták, hogy itt a Ilona, itt a Margit, itt az Erzsébet, és itt a Mária. Ennyi. Szintén érdekesség még, hogy ugye a 18. század, a 19. századnak az első felét is úgy tárgyaljuk, mint a betyárvilágot. Hát a betyárvilág az nem, többnyire nem úgy alakult ki, hogy egy fiatalba, tizenévesen a bűnöző hajlamok elhatalmasodtak, és akkor elment betyárnak, hanem az esetek túlnyomó többségével ezek katonaszökevények voltak. Bekerültek a seregbe, nem bírták, megszöktek, ezzel a szökéssel gyakorlatilag társadalmon kívülivé vált. Nem volt számára más választás, el kellett menni betyárnak. És tulajdonképpen a betyárnóták ezt a fajta útvonalat népdalszerűen ezt le is képzik. Egy őrült nagy ugrással most átmennék az 1989 és 2001 közötti időszakra,
amikor is az alkotmány elismerte a lelkiismereti szolgálat megtagadás jogát, vagyis azt, hogy valaki vallási nézetre vagy egyéb belső meggyőződésből nemet mondjon a katonáskodásra, a fegyverfogásra. Megjegyzendő, hogy a katonai szakértők, a pszichológusok is ezt vitatják, de nagyon sokan azt mondják, hogy összehasonlíthatatlanul hatékonyabb egy olyan haderő, ami vagy tisztán önkéntes, vagy ezt a lelkiismereti szolgálat megtagadás jogát benne hagyjuk a rendszerben. Miért? Azért, mert akit úgy oda kényszerítünk, hogy marhára nem akarja, abból csak áldozat lesz. Az egész csapattestnek a morálját lefelé viszi. A sorkatonaság fenntartását nem is a katonai szakértők, hanem a politikusok szokták leginkább szorgalmazni, ahogy erre már kitértem. A teológusok ugye állandóan vitatják a ne ölj parancs értelmét, illetve Jézusnak az ellenség szeretetre és szelítségre vonatkozó tanait, hogy ez hogyan viszonyul a katonai szolgálathoz, erre nem térek ki, őrült nagy vita van. Az biztos, hogy jelenleg is számos hadseregbe tábori lelkészségek üzemelnek, megáldják a fegyvereket, stb. A 2011-es alaptörvényből ez a lelkiismereti szolgálat megtagadás kikerült. Itt én megint csak a magánvéleményemet fogalmazom meg, de szerintem nem vagyok ezzel a véleményemmel egyedül. 11-ben egy tökéletesen jól kicsiszolt, emberjogi garanciákkal körbebástyázott, jól értelmezett az alkotmánybíróság, nagyon sokszor értelmezte és javítgatta azt az alkotmányt, egy tökéletes alkotmány lett kikukázva. A Fideszből Szájer József a laptopján írt egy alaptörvényt, ez van most érvényben. Már bocsánat, megszavazták, de mégiscsak ez gyakorlatilag így történt. Azt is még ehhez hozzá kell tenni, hogy bár az alkotmányba, illetve az alaptörvénybe ez a lehetőség nincs benne, mivel Magyarország számtalan nemzetközi egyezményhez csatlakozott, amelyik ezt a lelkiismereti szolgálat megtagadás jogát garantálja, ez tulajdonképpen érvényben van most is Magyarországon bizonyos értelemben. Más kérdés, hogy ez érvényesíthető lenne. Még azért zárójelbe azt is hozzátenném, hogy ez a lelkiismereti szolgálat megtagadás nem kell feltétlenül csak a hadkötelezésekre vonatkoztatni, hanem szerződéses, hivatásos állománynál is ez, mint kérdés fölmerül. Valaki aláír egy szerződést, elmegy katonának, aláír X évet, és menet közben rájön, hogy ő erre nem alkalmas, ezért vagy azért vagy amazért. Ez az ő számukra is egy kiskapu, egy lehetőség tulajdonképpen. Mire számíthatunk, lesz-e hazánkban újra hadkötelezettség? Én azt látom, hogy igen, hadkötelezettség most is van, felfüggesztve, behívások nincsenek. Egy olyan fajta lazítás folyamatosan van, hogy ugye háborús helyzetet, vészhelyzetet, rendkívüli állapotot a parlament deklarálhat, tehát a parlamenti határozattal lehetne ezt visszahozni, de egyre inkább afelé megyünk, hogy a kormány kezébe legyen ez a lehetőség, hogy ők eldöntik, hogy mikor van vészhelyzet, mikor van rendkívüli helyzet, mikor mit lehet bevezetni. Ugyanakkor ez, hogy hadkötelezettség, ez egy negatív fogalom. Miért? A Kádár rendszerben a legtöbb család megtapasztalta, hogy a sorkatonai szolgálatból, ami először 3 év volt, 2 év volt, 1,5 év, tehát folyamatosra csökkentették, meggyötört, rossz élményekről beszámoló fiatalok, az egész szolgálat értelmetlenségéről beszámoló fiatalok szerelnek le. Ugye klasszikus példa, ezt mindenki ismeri, WC-kefélyével súroljuk a WC-t, amikor nincs más dolgunk. Ez tölti ki az időt.
a tényleges bevezetésére a hat kötelezettségnek szerintem akkor lenne lehetőség, vagy akkor lenne reális, hogyha a félelem szintet olyan küszöbre sikerül fölvinni, vagy levinni, attól függ, honnan nézzük, hogy az emberek szinte már maguk kérik. Mivel? Migráns hadak közelednek, meg kell őket állítani. Háborús helyzet van, globális, a szomszédban háború van. Gyerekek, hát ha nincs hadseregünk, hogyan védjük meg magunkat? Hát folyamatosan félelmet kell gerjeszteni. A Fidesz kormányban ennek a törekvését is én nagyon erősen látom, ezt a félelemgerjesztést. Tessék nyugodtan közbeszólni. Ezt mondod te. Ezt mondod te. Jó, de itt a faltalán azt kéne körbenézni, mit is jelent az alatt kötelezettség. Tehát, van egy foglalkozás, amire kötelezünk, hogy a kitászik, ami a szabadságait. Tengerővel csinálhatnánk azt is, hogy mindenki elmegy két hétre tűzoltóra. Benne is van. Bíznák akkor a tűzoltóságban? Most bíznák akkor a tűzoltóságban, hogy ilyenekből lennének tűzoltók? Nem bízom. Akkor miért bízunk egy olyan hadseregbe, ami ugyanabból áll, hogy egész életében nélkül követhet? Nem akarok. Miért nem veszünk meg mondjuk egy katonát? Miért nem kínáljuk föl olyan a honfitársainknak, hogy figyelj, van sok olyan ember, aki szívesen. Hogy a fennében az ember? Akkor fizessük meg. Így van. De itt most a kötelezettséget járjuk körbe, hogy általános a kötelezettség, vagy egyébként profi hadsereg, itt ezt a kettőséget. A profi hadseregre én nem szeretnék ítélni. Jó, de akkor viszont, de ahogy ezt a kettőt, ne keverjük össze a kettőt, mert teljesen a hadiállapotban keverjük össze a hat kötelezettséggel, mert ezek megint más. De ezt most muszáj összekötni, mert jelenleg ez a helyzet, tehát hogyha hadi állapotot hirdetünk, akkor vezetik be a hat kötelezettséget. Jelenleg a törvényi szabályozásban ez van. Még egy gondolatothoz csatlakozni, erre egyébként nem tértem volna ki, de van egy olyan is, hogy honvédelmi kötelezettség. Ebben nem csak a hat kötelezettség van benne, ebben akár az is benne van, amit te mondtál, katasztrófa helyzet van, tűz van, árvíz van, polgárokat ugyanúgy elvileg kötelezni lehet, ez gyakorlatban nem nagyon szokott megvalósulni, hogy ezekbe a katasztrófa elhárítási munkátokban vegyenek részt. Van ilyen. Igen. Igen. Nem, a honvédelmi kötelezettség az folyamatosan az Magyarországon szerintem a kiegyezés óta talán van folyamatosan. Tehát ez nem egy új dolog. Más kérdés, hogy például a második világháborúnál bombázások voltak, a romer takarításoknál ez működött például. Még mindig a háború témájánál maradva arról mondanék egy-két gondolatot, hogy szerintem merre tart a világ, helyi háborúk folytatódására vagy világháborúra kell-e számítanunk. Hát helyi háborúk folyamatosan zajlanak, ugye azért nem érzékeljük ezt, mert a média nagyon szelektíven bizonyos háborúkat közvetít, bizonyosakat nem. Ez az ukrán, ez folyamatosan a szomszédban van, ezt a média közvetíti. Afrikában korábban is folyamatosan voltak háborúk, nagyon kevés média nyilvánosságot kapott, és a legtöbb helyi háborúnál mi van, hogyha megnézzük a háttérbe, helyi erők mögé becsoportosulva világhatalmak háborúznak. Tehát most is azért Oroszországgal Ukrajna áll szembe helyileg, de hát ott van mögött az egész NATO. Tehát ezt azért látni kell. A világháborútól szerintem az mindenképp vissza fog tartani minket, hogy olyan nukleáris katasztrófához vezetne, hogy a bolygó lakhatatlanná válna. Tehát győztesről olyankor nem beszélhetünk, hogyha a győztes is egy élhetetlen közegbe találja magát. Viszont erre a pusztításra az arzenál, az folyamatosan rendelkezésre áll, és gyakorlatilag, hát egyetlen egy őrült politikus, nézzük meg Putyint, bármikor dönthet úgy, hogy már pedig átmegyünk nukleárisba. Politikusoknak vagyunk kiszolgáltatva, ezt ki kell mondani.
Én nagyon fontosnak tartanám, hogy azon a logikán legalább néha-néha lépjünk túl, hogy egy háborúba ki a jó, ki a rossz, ki az, aki kezdte, ki az, aki visszaütött, és inkább azt vizsgáljuk meg, hogy a folyamat, mert mindig van egy folyamat, amíg egy konfliktus úgy elfajul, hogy háborúvá váljon, ezt a folyamatot megvizsgáljuk és okuljunk belőle. Hogy lehetett volna neki gátat vetni, milyen lépésekkel, milyen politikai rendszer termelte ki azokat a politikusokat, akik háborúba vittek országokat. Hogyha jobban megnézzük, én valahogy azt érzem, hogy mind a mai napig nincs igazán feldolgozva részletesen, hogy Németországba Hitler hogyan kerülhetett hatalomra. Mi volt ennek a pszichológiája? Ez sokkal-sokkal alaposabban ki kellett volna boncolni. Egy háborúba nem az a megoldás, hogy eldöntjük, hogy ki a jó, ki a rossz, és aki szerintünk jó, azt tömjük tele fegyverekkel, katonai szakértőkkel, haditechnikával, pénzzel, paripával, a világ másik fele meg a másikat tömi. Ez ugye ahhoz vezet, hogy eszkalálódjon, minél tovább tartson a dolog. Mire lenne szükség? Hatásos, erőteljes gazdasági szankciókra. Arra, hogy a diplomácia működjön. Még nagyon röviden egy érdekes kérdésre kitérnék, mert a mai fiatalok, ugye leginkább ezt a kérdést tennék fel a hadkötelezettség kapcsán, hogy hát tényleg embereknek kell vívni most még háborút. Hát milyen korszakban vagyunk már? Drónok vannak, robotrepülőgépek vannak, szuper tüzérségünk van, most már a robotkatonák kora jön. Mi a túrónak van szükség még húsvér katonákra? Hát azért van szükség per pillanat, aztán lehet, hogy ez meg fog változni, mert a másikat megsemmisíteni, megadásra kényszeríteni, azt lehet tüzérséggel, bombázással, drónokkal is, de egy területet megszállni, megszállva tartani, birtokba venni, hogy én használhassam, magamhoz csatolhassam, az csak emberekkel, élő erővel lehet. És még mindig ott tartunk, hogy a legtöbb háború természeti erőforrásokért zajlik. És lehet, hogy ez a jövőben is így lesz. Ha idefelé jövet, az is eszembe ötlött, hogy amilyen szuper jó ivóvíz készlete van Magyarországnak, lehet, hogy még a jövőben kívánatos célpont leszünk. Lehet, hogy ilyen humorosnak tűnik, de nem. Ez akár reális is lehet. Lesz-e valaha a Földön örök béke, háborúmentes állapot? Hát nekem az a szubjektív véleményem, hogy írtó messze vagyunk ettől. Miért? Mert az emberiségnek a fejlődése az egy technikai jellegű fejlődés, tudati fejlődés nincs, erkölcsi fejlődés nincs, körülbelül azon az erkölcsi szinten vagyunk, mint Jézus Krisztus korában 2000 évvel ezelőtt. Tapottat nem mentünk szerintem előre. A második világháború is kezd elfelejtődni, pedig 80 évvel ezelőtt még zajlott. Az én generáció már csak mesékből tudja, de édesapám 86 éves, ő még átélte a második világháborút. Hát még azért köztünk vannak túlélők, de egyébként már csak történelemkönyvekből, filmekből tájékozódunk erről, és minden egyes generációnak, frissen született generációnak a tudatából hiányzik az, hogy mi az, hogy háború. Nem az, amit a filmekben látunk. Valahogy sokkal erőteljesebben tudatosítani kell a gyerekekben, nem biztos, hogy a kisgyerekekben, kamaszokban, fiatal felnőttekben, hogy mi is a háborúnak az igazi arca. Részben ezért is tartom ezt az előadást, nem csak az emberjogi múlta miatt. Néhány évvel ezelőtt lefordítottam egy kötetet. Magyar író írta, de érdekes módon németül, Lackó Andor. Első világháborús megtörtént élmény, amit ő átélt, azt
megírta. Ez még Svájcban az első világháború még zajlott, amikor 17-ben megjelent. Mindenhol betiltották, az összes hadviselő államot betiltották. Ebbe szerintem megjelenik a háborúnak a igazi arca, csallangmentesen, és hát amikor ezt fordítottam, elég hosszan foglalkoztam vele, mert azért németből én nem vagyok erős. Újra fordítottam, mert 19-ben ez már Moli Tamás fordításában megjelent, csak akkor úgy elsikkadt. Újra fordítottam, ez olyan erős hatással volt rám, annyira megdolgozott, hogy álmatlan éjszakáim voltak, sőt nem álmatlan éjszakáim, háborús álmaim voltak, mint hogyha én is átélném. És szinte kényszeres módon még utána saját háborús történeteket is írtam. Záró gondolatként. Minden a családban, minden az iskolába dől el. Az iskolába a passzív ismeret anyagokon túl sokkal több készségfejlesztés kéne. Arra kéne tanítani a gyerekeket, fiatalokat, hogy hogy lehet egy konfliktust erőszakmentesen megoldani. Hogyha valaki oda jön hozzám és be akar egyet húzni, és már látom, hogy lendül a karja, akkor milyen lehetőségeim vannak. Verbális lehetőségeim vannak, kiképezhetem magam jiu-jitsu-ra, stb. Ez rámosolyoghatok, néha az is hat. Megkérdezhetem tőle, hogy mivel segíthetek, néha ez is hat. Készségeket kéne oktatni. Köszönöm szépen ezt a előadós részt itten én lezárnám, és egy katona nótából egy sort idéznék, csak az jöjjön katonának, aki ilyet szeret. Köszönöm szépen. Várom a kérdéseket. Tegeződhet? Mondjad. Már az előbb említetted, hogy ugye kell a félelmiketés ahhoz, hogy az emberek tényleg azt akarják, hogy legyen kötelező sorkatonaság, szolgálat. És itt már évek óta persze zajlik a félelmiketés, de nem lenne így a kormánynak gyakorlatilag egy politikai öngyilkosság, hogyha ezt bevezetik még a félelem hatására, meg Magyarországnak nincsen az az infrastruktúrája, amivel képes lenne egy ilyen kiképzést biztosítani, akkor hirtelen több százezer embernek. Ennek több fajta szerepe van. Társadalom szociológiai és pszichológiai kutatások igazolják, hogy azok a kormányok, amelyek félelmet tudnak kelteni, háborús helyzetet tudnak generálni, nem biztos, hogy ténylegesen háború van, csak az a tudatunk van, hogy a küszöbén vagyunk, ezek a kormányok kicsit biztonságban helyezik magukat választásilag. Ugyanis ilyenkor az emberek ösztönösen a fennálló hatalomra szavaznak mindig. Azt mondják, hogy ez a biztos, most vészhelyzet van, most ne kísérletezünk egy nyugodtan. Ez a halálosság kivonulgra, az, hogy ilyenkor az emberek 9-11 után is mindenki sokkal konzervatívabb meg háború párti, de hogy két év múlva a szavazás is hirtelen most mindenki az életébe dobjon el két évet, igen, felesleges szakítlattal, az valahogy irreális félelemet tartom, hogy kötelező sorkatonaság lenne itthon. Én is azt mondom, hogy kisebb rá az esély, de a tendenciák megvannak. Tehát a verbális dumákba, amiket a kormánypár politikusai bedobnak, folyamatosan, mint hogyha e felé terelnének. Ez biztos. De honnan a látszárpontjában nem járnánk vele jól. Hát, hogy, az a cél, hogy honvédelem, annak nem az a megoldása. Tehát ez egy masszív népnevelési megoldása lehet. Így van, ideológiai, de az meg nincs közel a valós honvédelmi problémához. A Kádár rendszerben is olyan hadsereg volt Magyarországon, hogy alkalmatlan lett volna Magyarország megvédésére, az egy ideológiai továbbképzés volt. Ez egyértelmű. Igen. Ha? A cserkészet az meg nem a katonai. Nem kötelező. De az útom is sem volt kötelező. De. Dehogy lenne. Nekem nem volt. Hát, én majd nem lehetem. Hát, 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 nem lehetem
Nem, én azt szeretném hozzátenni, hogy szerintem itt most húzunk egy nagyon éles választóvonalat egy jól meg egy rosszul működő rendszer között. Tehát most itt úgy látom, hogy egy kicsit azon indult el a vita, hogy van-e szükség egy rosszul működő sorkatonaságra, amire a válasz egyértelmű nem. Tehát ez inkább ilyen alákérdezés. Itt szerintem a sokkal izgalmasabb kérdés, hogy lenne-e szükség egy jól működő hadseregre és egy jól működő sorkatonaságra. Aminek nem kizárólag ugye a hadkötelezettség, tehát a fegyveres harc a célja, hanem ahogy te is említetted, ugye van egy honvédelmi kötelezettség, és ha ezt valahogy integrálnánk ebbe a kérdésbe, akkor lenne értelme. De a honvédelem szempontjából az a jó, hogy olyan megkatonálod, amit szeretni is csinálni. Persze, jó, és benne. De professzionális sereg sokkal hasznosabb NATO-nak is. Igen, tehát jó azzal, hogy én kijelölöm magam most, akkor terrorom tisztelt tartalékos vagy, azon a közösségben nem jár jó. Mert én nem fogok kapcsolatot, hogy katona leszel, hanem csak az, aki elmész a kérdői képzésre, és puha az, aki van elmész a bocsánatban, ilyen foglalkozatot, amikor pék melónál, hogy az ember elmegy után a harcol. Ez nem lesz olyan, mint hogyha igen, azt szeretné csinálni. Nem pék vagyok. For full disclosure. Tudom, hogy nem lesz, csak igen. Na jó, de tök mindegy, de mondom, megint félre csúszott szerintem az érvelésed ott, hogy nem, tehát pont erről beszélek, hogy nem a harcra helyeződik a hangsúly, hanem arra, ami hogy hívják, ugye most a katasztrófa védelembe integrálták őket tűzoltókkal együtt, ez a polgári védelem gyakorlatilag. Polgári védelem. Most például ugye van egy árvízhelyzet, és egy ilyen esetben, és egyre több ilyen lesz ugye most a klímaváltozás következtében, tehát hogyha lenne egy jól működő rendszer, hogy mindenkit arra kiképeznek, hogy ilyen esetekben mit kell csinálni, vagy kap mindenki egy alaptűzvédelmi képzést. Ez teljesen jó. Tehát én ilyen értelemben gondolom, hogy szerintem ennek lenne értelme, és most nyilván emögül ki lehet gyomlálni az ideológiát, ki lehet gyomlálni a militarizmust, mert nem ez az elsődleges lényege. Én azt gondolom, abszolút liberális vagyok, tehát én nem vagyok ilyen konzervatív, nem azt mondom, hogy a fegyelem minden, de jó, akkor most lelőm István függőbe hagyott poénját, tehát én közgazdász vagyok, sőt azon belül is könyvelő. Nyilván én szeretem a rendet, de szerintem ez baromi fontos szintén a társadalomban. Igen. És én azt gondolom, hogy a társadalmi kohézió azért is bomlott le. Tehát, hogy ezek ilyen egymást erősítő folyamatok voltak. Hozzáteszem, én is kikerültem a sorkatonai szolgálatot, egészen kalandos úton, vagy hát egy ilyen vicces csaptanóval, de tök mindegy. A lényeg, hogy én se értek azzal egyet, és főleg akkor is azért nem értettem vele egyet, mert értelmetlen. Akkor már ugye, amikor én engem be akartak hívni, már 6 hónap volt a legvégén, de én annak se láttam értelmét. Hogy ezt megcsináljam, mert ez volt, amit István is mondott, hogy ja, 4 darab lőszert kapott mindenki, és azt mondták, hogy jó, gyerek, ezt oszd el arra 6 hónapra valahogy, és amúgy meg csak így lézentek a körletben, meg ilyen hülye szivatásokat csináltak. Tehát azért mondom, hogy ezeket szerintem tisztába kéne tenni, és mondjuk arra a kérdésre, hogy én tök kíváncsi vagyok minden jelenlevőnek a véleményére, hogy arra szerintetek lenne-e szükség. Tehát egy jól működő, és nem elsősorban a harci cselekményekre, vagy hát a... Tehát a hogy mondják ezt általánosan, hanem kötelező jelenleg fél évre, így van, mint ahogy hát van egy tankötelezettség is, ott is megfosztasz gyerekeket nem fél évre, hanem... Valami csírába azért most van egy olyan, amit te mondasz, ugyanis a középiskolásoknak ilyen közhasznú munkát, vagy valamit alapítványoknál, egyesületeknél kell csinálni,
Csak, mert tényleg ez egy jó dolog, hogy egy középiskolás találkozzon azzal, hogy önzetlenül én valami hasznosat valahol csak szolgálok. Ez egy jó dolog, és ezt tovább lehetne fejleszteni afelé, amit te mondasz. Tehát ez teljesen jogos. Igen, az önkéntes munka, igen. De ugye... És ezt a érettségihez is... Ezt össze lehetne úgy kapcsolni, hogy, hogy mit tudom, fél évig vagy három hónapig kötelező az az önkéntes rész, hogy eldöntöm, hogy akkor én katasztrófavédelembe, vagy állatvédelem, vagy itt, ott, amott, ezt hol töltöm le, az az önkéntes része. De hogy azt kötelező legyen megtapasztalni, hogy én önzetlenül fizetség nélkül valamit csinálok, és a társadalom hasznára vagyok. Igen, de ez egy ilyen fogalmi fából vaskarika, tehát önkéntességnek hívek, de valójában ugye ez kötelező a középiskolásokra. Nekem csak azt jutott az eszembe, hogy volt a cseheknél, amikor a hivatárnál, illetve a sorkatonákat vitték ki Magyarországról, amikor 68-ban volt egy cseh, nekem csak ez nem tudom, lehet, hogy már csak. Igen. És tehát ennek az a hátulütője, sajnos én a szenvedő alanya voltam, a környezetünkből nagyon sokat átvittek, és hónapokig nem tudtunk róluk gyakorlatilag. Tehát, és a másik pedig az, hogy még egy ilyen negatív példám van, amiért én nem nagyon támogatnám ezt a hadkötelességet vagy bevezetést újból, hogy amikor a Ceausescut lelőtték, akkor is átvittek magyar kiskatonákat. És ott ők biztosították a terepet. Úgyhogy tehát ennek megvan az a hátulütője, hogy az ember ha akarja, ha nem, a családtagodat bevihetik. Ha te önkéntesen mész be, akkor is tehet egy ilyen vészhelyzetben, ahol nekem nélkül is semmi közöm nincs ahhoz, hogy már elnézést, nem vagyok egy ilyen embergyűlölő, vagy nem tudom micsoda, csak én azt mondom, hogy nekem ahhoz, pont akkor jöttem át a németektől, és ott álltunk meg Prágába, köpködték le a vonatunkat, mindent ki se engedtek bennünket leszállni, mert négy jugoszláv határőrök is álltak az ajtókba, tehát dobáltak meg mindent. Nagyon csúnya helyzetek voltak, és oda vitték ki azokat a kis katonákat, akik sorköteles katonák voltak, és kisgyerek volt, és én azért nem vagyok úgy, tehát nem pártolom én ezt, valahogy nem tudjuk megvédeni őket sem, meg magunkat sem. Nekem ez a véleményem. Most is volt egy hasonló szituáció Belgrádban, nem még a magyar katonák sérültek meg, amikor ott a szerbeknél megint volt. Igen, az most már később volt. Igen. Hát az 1968. Ezt mondtam, pontosan, hogyha valaki bele van kényszerítve. Mint az unokabátyám, az hadmérnök volt, ő azt tanulta, ő azért csinálta az egészet, mert imádta a fegyverruhát, mit tudom én, micsoda. Amitől én kifekszem, mert én nem vagyok egy olyan parancskövető valaki, aztán látszik is. De sokan vagyunk szerencsére az országban, és sokan vannak olyanok, akik ezt szívesen csinálják. Tehát ő szerintem nem. Meg tudják oldani anélkül is, hogy ez mindenki. Tehát ha egy ilyen katasztrófa helyzetben, ahol embernek szüksége van, a kormányságköltés vagy valami hasonló. Hát itt maguktól is mennek az emberek. Ja, itt már először is maguktól, és akkor meg csak össze kell szervezni, hogy akinek is szándék van. De mennyien mennek? Vagy nem tudom, tehát értem, hogy van erre szükség. Most fogad. Nem tudom, hogy... Fogad. Hát most mondjuk az árvízvédelem. Most itt a Duna mellett. Jó, de hát ez jó lenne, hogy a Duna mellett adasztok, amire nem tudsz számítani, hogy hány esemény volt, tudom, hány emelet kellene. Persze, nyilván ez is kéne. Hát az internet most tele van, hogy hány homocsát kell.
Tehát ott nem is, hogy mondják is, hogy dobják el a botjukat és menjenek körülbelül a szervezik. De mindegy is, bocsánat. Szervezik most a belügyminisztériumát, hogy lesz egy jelenlőség. Igen, már mindenki is mondta, meg a miniszteri Vigya is lemondta már az összes útját, és már kint van a gáton. Jó, hát neki persze, de mindegy, nem ez a lényeg szerintem, vagy nem ez a kérdésem, hanem én mondom, hogy pont az ilyen polgári védelmi feladatokra gondolok, akár az árvízvédelem, de minden körülmények között ott lenne ugye a tűzoltás. Németországban, meg Ausztriában minden egyes településen van önkéntes tűzoltóság. Most ez megint más kérdés, hogy ők fel vannak szerelve, mit tudom én, egy kis faluban is van két olyan tűzoltókocsi, amilyet itt Magyarországon... És ott van professzionális tűzoltóság is, az önkéntes tűzoltóság. Nem tudom, hogy működik a rendszer. Biztos, hogy van, de jó, de mondom, hogy ott tényleg ez van, hogy minden faluban megvan, minden cég, meg talán magánszemélyek is folyamatosan havi szinten fizetnek egy hozzájárulást, hogy ezt fönntartsák. Tehát ezt csak arra mondom, hogy mondhatjuk azt, hogy persze, mert nekik könnyű, mert ők jól élnek, meg ez egy úri passzió, meg mit tudom én mit, de nem tudom, hogy melyik volt előbb. Tehát lehet, hogy attól van nekik olyan tartásuk, vagy az eleve beléjük neveli azt a felelősségtudatot, azt a fajta szorgalmat, hogy igenis kell a közösségért is tenni, és akkor mindenkinek jobb lesz, nekem is. És hosszú távon ez sokkal kifizetődőbb, mint az, hogy Magyarországon képesek 20 forintért hátba szúrni bárkit az emberek, mert irigyek, mindenki irigy. Nyilván tisztelet a kivételnek, de... Mert ez hozta az a rendszer hozta. Értem, de szerintem most már Tehát, hogy mondjam, és remélem itt Veronika mellém áll, de hogy az egész MKKP erről szól, hogy most már hagyjuk abba a rendszerre, meg a szomszédra, meg a török hódoltságra való mutogatást, és kezdjük el, tehát húzzunk egy vonalat, és mondjuk azt, hogy jó, ezt hozta a rendszer, de mi másképp akarjuk csinálni. Hát hagyják, meg lehet találni a módját. Na mindegy, de mondom, tehát... Ezzel akarom tovább lendíteni a vitát, hogy... Értem hogy én. Ez... Nyilván nem mindegy, hogy milyen témakről van az, hogy egy tűzoltós ember, de ugye itt az sem mindegy, hogy hány tűzesen van. Ugye hány, honnan lehet nyerettséget riasztani, hogy nem úgy vagyok tűzoltós, nem lenne jártosságon. Na jó, de pont erről beszélek. Hogyha itt lenne egy tűz, most mitől kigyulladna az a lépcső, akkor tudnád-e, hogy mit kell csinálni? Hát igen, bocsánat, de figyelj, minden munkahelyen vannak ilyen tűzvédelmi oktatások, balesetvédelmi oktatás, életmentés, mert tanítanak, még az autóvezetésen is. Tehát föl lehet ezt egy ilyen praktikus gondolkodásra fűzni, csak ezt nem kell bele csomagolni, meg bele erőltetni egy parancsúrvalmi rendszer. Tehát, hogyha és egészen más, nekem is a lelkesedésem arra, hogy tehetek azért, hogy most ne önts el Budapestet lássuk, azt mondják, hogy hozzá egy ásót, meg gyere gumicsizmába, aztán majd ott kitaláljuk, már így vagy, meg van annyi testérőt, hogy nem téged kell majd összeszedni a földről, mert nem sem bírsz mozdulni, és csak hátráltatsz minket, akkor azt mondom, hogy persze, hát ezt én áldozok a szabad időmből, vagy akár két munka nap között is, az éjszakámat ott töltöm, ha ezen múlik, hogy nem mondti el Budapestet is. És akkor feltételezem, hogy a másik is így jön. De az, hogy és valahol ez a baj, ezek a tűzoltóság, meg ez a polgári védelem, hogy az egészet belecsatornázzák ebbe az erőszak szervezetbe. Mert hogy el se tudják azt viselni, hogy az ilyen civil valami legyen. Hát akkor nem nincs rá ellenőrzés, meg kontroll, akkor ezek csak úgy ezt csinálnak, amit akarnak. Nincs hatalma fölött. És az meg a másik, hogy kifogják a vitorlájukból a szelet, mert még lehet, hogy népszerűbbet vesznek ezzel, hogy ez milyen jó fejek ki, megszervezik magukat, és akkor a hivatalos mundérbecsületével mi lesz, hogyha ezek itt
jól dolgoznak. Teszek egy próbát, még nem szólaltatok meg, hogy van esetleg kérdésetek, vagy véleményetek? Így van, így van. Engem amúgy érdekelne, hogy amikor egyrészt ez a hatkötelezettséget ellenző figyelje, hogy ez egy picit így hátterem, mit jelent az, hogy aktivizálják a fogatokat, milyen jeleket látok, figyeljetek, mi az, amikor azt gondoljátok, hogy na most veszélyét látjátok annak, hogy be kell avatkozni, mert itt visszajött a hatkötelezettség, meg esetleg, hogy egy történetet el tudsz mesélni, hogy hogyan védtétek meg a szolgálatnak tagadók, tehát hogy konkrétan mit történik. Igen. Először az első kérdésedre. Ez a hatkötelezettséget ellenzők ligája, ez körülbelül 1993-ban indult, és egy zseniális szervezőnek volt köszönhető. Nagyon kevés olyan közszereplő van Magyarországon, aki olyan közszereplő, hogy nem akar átmenni politikusba. Volt egy ilyen közszereplő, Farkas Henrik fizikus. Ő szervezte meg tulajdonképpen ezt az egészet, sajnos már meghalt, és nagyon jó volt a hozzáállása, mert civil szervezeteken túl bevonta a hivatásos katonák közül is azokat, akik azt mondták, hogy már pedig egy önkéntes haderő a sokkal hatékonyabb, ezért a hatkötelezettségnek a rendszerét le kéne bontani. És ezért volt ez a liga, ez tulajdonképpen hatékony, mert folyamatosan konferenciákat tartott, és egy érvrendszer kidolgozott amellett, hogy a hivatásos, illetve önkéntes állománnyal föltöltött sereg az miért hatékonyabb, mint a hatkötelezettség. És a ligának is szerintem szerepe volt abba, részben lobby tevékenysége révén, hogy 2004-ben a kormánypárt elsősorban az SZDSZ nyomására, én nem vagyok egy SZDSZ párti szavazó se voltam, de az egész SZDSZ-nek gyakorlatilag az egyetlen, vagy a nagyon kevés sikerek közé ez tartozik, hogy a hatkötelezettséget el tudták töröltetni, rá tudták venni az MSZV és politikusokat, hogy ezt szavazzák meg, és ezért sikerült a sorkötelezettséget 2004-ben beszüntetni. Ehhez az évrendszer gyakorlatilag ez a civil tömeg termelte ki. Ez ebből a szempontból szerintem példamutató lehetne most is, hogy sokkal több civil kezdeményezésre lenne szükség, és föl kéne karolni az olyan személyiségeket, akik nem politikai babérokra törekednek, hanem civil mozgalmakat, akik idealistáknak, mondjuk ki, akik idealisták, valami célt kitűznek, és azt szolgálják, nem a karrierjüket építik. Én nagyon örülök, hogy ezt a Farkas Henriket emberileg ismerhettem, nekem nagy példaképen. Ez az az első kérdés. A második, hogy valami személyes példát mondjak, hogy mi is volt. Mi az a vízcsengő, ami... Hú, hát ez marha nehéz. Ez marha nehéz meghatározni. Tulajdonképpen már ez most újra lehetne indítani ezt a mozgalmat, mert verbális szinten a ráutaló jelek megvannak, minthogyha ezt vissza akarnák hozni, de egyébként szerintem, ha nem is hozzák nyilvánosságra, de szerintem a társadalom tesztelése zajlik, hogy körülbelül hány százalék támogatná a hatkötelezettséget, és még mindig nagyon-nagyon nagy többség ezt ellenzi. Tehát ezt... Én a kérdésre... Szóval ezt a munka állásajánlatban is. Igen, csatlakozó. Tehát az önkénteseket... Munkáról toborzáson tulajdonképpen. Igen. Tehát ez nem feltétlenül az, hogy belemanipulálni, hogy akkor vagy jó ember, hogyha kötelezően még szokatlan, hanem gyere el dolgozva, mint a békekkel. Az az egyik oldala, tehát nyilván ez, amit mondtál. Azt mondja az Zoltán, és én most ezt kihívom, hogy oké, de én ilyen plakátokat látok, nem olyat, hogy na mindjárt kötelező lesz. Igen, nem. Ez csak ilyen interjúkban elhangzik, amikor a Kövér László nyilatkozik, hogy hú, de marha jó lenne. Bizony a fiatalok azok puhányak,
nem tisztelettudóak, stb. De jó lenne egy kis katona. Ennyi tulajdonképpen. Igen, 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 igen. Tehát tulajdonképpen ennyi, maga az, hogy valamiféle törvénykezési irány kialakulna ebbe az irányba, annak semmi jele nincsen. Tehát azért is ezt nem indítjuk újra, és még... Hát ugyanazt, mint a 90-es években, hogy elkezdenénk ellene érvelni, hogy miért rossz ez, miért hülyeség ez, lobbizás. Hú, hát ezt én most nem tudom megmondani, mert a 90-es éveket kéne összevetni a mostani évekkel. Ugye az még majd egy internet előtti korszak, stb. Stb. És annak a bázisa, hogy is mondjam, a régi hellnek a bázisa, az én korosztályom, az 50-esek, vagy a még idősebbek, tehát tulajdonképpen ide fiatalokat be kéne vonni ebbe. Minden civil mozgalmat a fiatalok éltetnek szerintem. Gondolkodtam rajta, hogy fölveszek egy ilyen pólót, van nekem otthon ilyen pólom, jöhettem volna abba, és akkor is széttépném az inkevet és mutattál, ezt elfelejtettem, de van ilyen, de valóban. Jó, ez a vicc része nyilván, de hogy tényleg érdekelt, hogy ez a hiszenétben levés, hogy mit jelent, hogy igazából? 3-4 ember van, aki a közéletet figyeli, és egymás között messengeren néha beszélgetünk, van, aki azt mondja, hogy most már kéne, újra kéne indítani, van, aki azt mondja, hogy hiába indítjuk újra, nem lenne aktív tagság, stb. Tehát ekkörül azért fő alatt zajlik egy polémia, nem tudom, mi lesz, nem tudom. És akkor az volt még a kérdésem, hogy amikor aktivistaként jogul égtetek szolgálatnak, akkor milyen dilemmákkal, milyen esetben? Hú, egyetlen, tényleg csak szűken egy sztorit elmesélek. Ugye a 90-es években az volt a helyzet, hadkötelezettség, sorkatonai szolgált kötelező, de a lelkiismereti szolgált megtagadás lehetősége létezik. Ez mit jelentett? Már akkor is, hogyha a laktanyába bevonultál, ott kijelenthetted, hogy lelkiismereti okokból megtagadom a katonai szolgálatot, és ez azt jelenti, hogy ha erre engedélyt kapsz, mert ez nem volt automatikus, ezt elbírálták, akkor ugyanett polgári szolgálatot teljesítesz. De ma fegyvertelen katona. Olyan is volt. Nem akarok már teljesen a minden részletbe belemenni, mert akkor nagyon szövevényes lesz a sztori. És ugye ebből az egész rendszerből mi következett? Az következett, hogy voltak bizony olyanok, akik ezt bejelentették, de nem kaptak rá engedélyt. Egyébként én is ilyen voltam. És ezt a jogvédő szervezetnek az egyik kezdeményezője voltam, pont ezért, mert ezt bejelentettem, nem kaptam rá engedélyt, és akkor elkezdtem velem egykorú 18-20 évesekkel szervezkedni, hogy akkor valami jogvédelem legyen ezeknek az embereknek. És hogy zajlott ez a dolog, hogyha valaki nem kapott erre engedélyt? Lehetett fellebbezni. Hova fellebbezni? Bírósághoz. Polgári bírósághoz lehetett fellebbezni, el kellett menni, és egy bíró előtt, többnyire ezek egyébként bírónők voltak, elő kellett adni, hogy neked milyen lelkiismereti indokaid vannak, hogy nem akarsz fegyvert. Civil bíró volt. Egyébként mint a legtöbb tárgyalásnál, szinte minden a bírón múlt, hogy ő ehhez a témához, hogy viszonyult. Igen, igen, igen. Tehát hogyha már valaki fölesküdött katonának, utána már lelkiismereti okokból nem tagadhatta meg, ha ott ő ellenszegült, az parancs megtagadás volt, és katonai bírósághoz került. Tehát ez már egy másik vágány, amit mondasz. És egyetlen egy érdekes esetet mesélnék el. Én magam is így voltam bíróságon, ezt hagyjuk, ezt most nem mondom el. Egy barátom Dénes Lászlónak a tárgyalására elmentem, és szerintem parádésan jól érvelt, mert az összes nemzetközi egyezményt felsorolta, ami ezt lehetővé teszi, de az ő személyes, szubjektív, tényleg a belső érték rendjéből fakadó dolgokat is elmondta, hogy ő
miért szeretne inkább polgári szolgálatos lenni, és miért tartja saját maga számára vállalhatatlanak a katonai szolgálatot. Sajnos látszott, hogy a bírónő nem vevő erre az egész témára, és elkövettem azt a hibát, hogy a tárgyalás közben elkezdtem mosolyogni. Mert viccesnek találtam, hogy itt egy reménytelen helyzet van. Valakinek fölkínáltak egy helyzetet, hogy fellebezhetsz, de tulajdonképpen reménytelen volt. És mi történt? Figyelmeztetve lettem, hogy maga ott nem mosolyogjon. Tehát mindig ez a sztori szokott bennem fölrémleni, mikor a ilyen lelkiismereti szolgálatnak megfelelés és polgári szolgálat körüli hercehócák kialakultak. Ennek az lett volna a menete, hogy ez egy úgynevezett alanyi joggá teszik, tehát a lelkiismereti szolgálat, mert tagadó, hogyha bejelenti, hogy számára ez vállalhatatlan, akkor azt elfogadják. És nem az, hogy a hadkiegészítő parancsnok, vagy a település jegyzője, mert ilyen időszak is volt, vagy egy bíróság eldönti. De ez teljesen a bírótól függött akkoriban, vagy pedig voltak olyan fajta érvelések, vagy mondjuk olyan egyezmények, amiben a bíró mellett általában volt úgynevezett két népi ülnök. Ez volt a bíró tanács. Tudsz esetleg olyan eseteket, amikor sikerült, és amikor nem sikerült? Persze. Tök érdekes, hogy megkülönböztetek. Nem volt kialakult gyakorlat. Teljesen a bíróra volt bízva, hogy ő erről mit gondol. Valamit mondani, hogy érveltetek az egyik esetben és a másikban. Akkor az lehet, hogy a másik esetben ugyanaz az érvelés, az totálisan hatása. Jaj, értem, tehát így van. A személyfüggő. Így van, így hát, változott azóta? Tehát van mondjuk nagyobb ereje valamilyen egyezményeknek ebben? Szerintem nem változott. És akkor te végül is voltál sorkatona? Nem voltam sorkatona, hanem a bíróság elutasított, tehát fellebbeztem, elutasított, és akkor egy olyan kiskapu van, ami gyakorlatilag nem is létezett, de lehet, hogy a számomra kitalálták, vagy nem tudom, beadtam egy újabb kérvényt polgári szolgálat, és másodszorra engedélyezték. A polgári szolgálatos voltam. Ez volt az alternatív, amivel egy kicsit szimpatikusabban tudtátok azt mondani, menekülő út. Igen, erről akartam még kérdezni, mert valójában én is ezzel kerültem ki a sorkatonaságot, hogy polgári szolgálatra jelentkeztem, amire aztán végül nem hívtak be, mert akkor már felfüggesztették a sorkötelezettséget. Ez nem lenne valami megoldás? Én nem tudom, ez Magyarországon hogy működött, pont ezért, mert tehát semmi tapasztalatom, meg ismerősnek se volt tapasztalata ezzel kapcsolatban. Aha. Mert azt tudom, hogy Franciaországban ez nagyon jól működik. Tehát ott olyan szinten, és talán ott még a mai napig is van sorkötelezettség, azt tudom, hogy 90-es években akkor még volt, és itt például külképviseletekre nagyon sokan, nagyon sok... Kórházakban akkoriban segédápolóként, szakképzetlen segédápolóként nagyon sok polgári szolgálatos dolgozott, és bizony 2004-ben nagyon sok kórházban, hát nem azt mondom, hogy tiltakoztak a hadkötelezettség megszüntetésén, de mondták, hogy bizony, milyen kár, hogy a polgári szolgálatosok most már nem jönnek, mert milyen jó szolgálatot tettek itt. Tehát ez valóban így volt. Igen. Na igen, ilyenekre kérdezek, mert most is szerintem van egy ilyen, nem is tudom, hogy ez az állam számára, meg nagyon sok ember számára is lenne egyfajta menekülőút, de én azt gondolom, tehát még mindig azt gondolom, hogyha lenne ennek egy jól kitalált és jól megszervezett formája, egyrészt a polgári szolgálatnak, másrészt az ilyen polgári védelemnek. Polgárvédelem, igen. Ez rengeteg fiatalt föl tudna szívni, gyakorlatilag a keleti ország részben is szerintem megszűnne a munkanélküliség, mert annyi embert fölszívna. Tehát nem az lenne, hogy fiatalok csak céltalanok, aztán elmennek segédmunkásnak, vagy beállnak szabadmunkásnak egy gyárba, hanem ott talán tanulnának valamit, integrálódnának, és már egész más lehetőségeik lennének a polgári szolgálat után. Uh-huh. Ez egy alternatíva valóban. Köszönöm szépen, itt tulajdonképpen az itt létünk fél nyolcig volt jelezve. Hát itt ilyen kötetlen fogyasztásban, meg eszmecserében lehet ezt folytatni, de tulajdonképpen ezzel akkor lezárnám az estét. Köszönjük szépen Veronikának is, meg a Bukkának is. Én is köszönöm.
én is szeretném megköszönni, hogy itt voltatok. Már ilyen spontán módon szinte a 2026-ra kutyapártos honvédelem program írásban. 25. Önnek azért 26-ban még beszélt? 26 lesz? Igen. Ja, választás, igen. A választás, igen. Jogos. Igen. Az országgyűlési választásra. Úgyhogy tényleg nagyon köszönöm, hogy beszéltetek így a vitába is. Ez nagyon élvezetes mindig. Én is picit folytatom a programírást. Azon gondolkodtam végig, hogy az ugyanannak mintájára, hogyha mondjuk mi lenne, hogyha legalább ugyanannyi szociális munkást képeznének, mint ahány rendőrt, vagy mondjuk ugyanannyi mediátort, mint amennyi katonát, milyen érdekes világban élnék akkor. Ezen egy kicsit elméleztem, ugye, hogy hallgattalak titeket. Ezt szeretném még mondani, hogy mikor tudunk találkozni legközelebb négy főiskola viszonylatban. Képzeljétek, mióta önkormányzati képviselőink lettek több helyütt az országban, mindenfele beindultak a népfőiskolák is, úgyhogy a 22. kerületben, október 9-én nem tévedek, lesz előadás arra, hogy mi a GDP, közgazdaságtan, aztán november 12-én szintén a 22. kerületben Kéri László politológus fog előadást tartani nekünk, mindenkinek nagy szeretettel ajánlom, így a választások előtt így fél időben így elemezni, hogy hol tartunk, mi történt és mi várható még. Itt a második kerületben nagyon-nagyon-nagyon nagy szeretettel várlak titeket ide a Margóba, ami meg fog nyílni, ennek a Bukta kávézónak az egyik ilyen leány helye lesz a Margó a Margit körút 7-es szám alatt, és a Helsinki, a Magyar Helsinki Bizottság jön nekünk foglalkozást tartani. Szerintem nagyon szuper lesz, én láttam a fesztiválon már a részben ezt a foglalkozást. Azt fogjuk gyakorolni, hogy ha igazoltat egy rendőr, akkor mit tehet meg ő, és mi mit tehetünk, hogyan érdemes segíteni. És nagyon vicces helyzetek alakultak ki a múltkor is. Lesz szó az emberi jogokról és a börtönről is, tehát kicsit a hasonló emberjogi témák felé megyünk. Nagyon szép megköszönjük a figyelmet, találkozunk legközelebb is. Köszönöm.